Váratlan vendég, ez a ma esti program címe, és ez a műsor minden látszat ellenére részben, vagy talán egészben is különbözik a több esztendeje szokásos showtól. Ez a produkció alapvetően egy emberre, egy sztárra épül. Az ő élete föltételezze persze, hogy meglehetősen eseménygazdag élet van az illető mögött, és persze még ennek az életnek nincs a végén. Tehát ez sztár életének egyes szereplői érkeznek ma este úgynevezett fővendégünkhöz, mégpedig úgy, hogy ő sem tudja, tehát a fővendég sem tudja e pillanatig, hogy kik ezek a váratlan vendégek. Ma esti fővendégünk Esztergályos Cecília. Művésznő, drága! Igen, ez én vagyok. Ugye mi tegeződünk, mint igen. Az életben is maradhatunk most is a tegeződésre. Igen, mondja, készen, fiam. Így, én tegeznek egy csemdőrpertú, jó? Mennyi ideig tanultad azt, hogy ilyen rögtönzésszerűen gyere be? Hát én 40 éve. Amióta a pályán vagyok, de azt hiszem még 40 éve nem vagyok, de mint balerina vagyok 40 éve a pályán. Szóval ehhez kellett ez a balerinás múlt, nekem mindig fölrólják, hogy hogy jövök én be, milyen kétballábos, csámpás, és még akkor tudnám... Nem igaz, mert nézem a műsoraidat, és nem igaz, és nagyon lazán jössz be, és így. Na. Először próbáljuk ki ezt a műsor típust, hogy ugyebár is ezt erősíts meg, te sem tudsz senkiről, aki ma ide hivatalos. Nem, hát olyan vagyok, mint az oroszlán, bezártak engem oda, és ki se engedtek, úgyhogy jöhetnek a vendégek. Te azért, bár nagyon tisztességesen, tisztán szerelemből, de azért elég gyakran voltál szerelmes, ugye? Választottad a partnereidet. Hála Istennek! Semmit nem bánok meg, semmit nem bántam meg, és örülök, hogy így éltem, hogy hány, hát őszinték leszünk, 6. házasságomat taposom immár, most már ugye 10 éve, és hát akkor következik, hogy előzőleg volt egy pár házasságom. Ez a 6., akkor volt 5, 4, 3, 2, 1. És így tovább. Szerelem az embert. Embernek egy olyan motort ad a szívében, lelkébe és mindenében. Akkor hogy... még fölpörgetettebb vagy? Tehát még ennél is tudsz fölpörgetettebb lenni? Vagy most éppen szerelmes vagy? Én egy pillanat alatt szerelmes tudok lenni jelenlegi férjembe is, akivel már mondottam, 10 éve együtt élünk, mert ránézek, és úgy látom, mint egy kisfiút, és könyvbe lábad a szemem, és az a szerelem. Uh-huh. De... ez mindig a partnertől függ, hogy milyen, mit hoz ki belőle, mert van, akivel lehoztuk a hegyeket, és volt, akivel ültünk, és néztük a televíziót, vagy sétáltunk csendben, tehát attól függ, hogy ki az illető. A műsor befejező részében igen váratlanul, hát, majd tudom azt mondani, hogy foci csapat fog érkezni, de hogy minimum egy 3/4 foci csapat, az biztos. Maradj így, aztán a többit meglátod, mert itt már én is be kell, hogy álljak a sorba. Na kérlek szépen, várjál. Gyere oda! Ugye, hát itt vannak néhányan a jelöltek közül. Neked egyetlen egy lehetőséged van. Megragadok őket valahol, nem mindegyiket ugyanaz. És ismert föl. Pontosan. Na, szóval... Nem fog menni, régen láttam őket. Na jó, kezdjük ott, tessék.
Hát hányan vannak, csak annyit mondjam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-en vannak. Már megszakadnak a röhögést, hogy gyere, ne húzzak. Jaj, de fáj a szívem. Vége a műsornak. Mindjárt siet. Nem tudom. Na tessék, hát fogd meg valamelyik részét. Ez az igaz. Ne szólaljatok meg az Isten szerelmét. Zsigán azért van nullás szám, mert ő volt az első férj előtti komoly kapcsolat, ugye? Fülöp Zsigmond című rész. Még találkoztam. Hát ki a többi is. Ez a Bácskai Lauró. Honnan tudod? A lábáról. Bácskai Lauró István színrendező. Nem ülnek sorban, ne tévedjek. Rajtszámunk. Ő az első István. Jó, akkor parancsolj oda fáradni, István, következik. Jaj, de fáj, szorít a szívem. Mutogatja a lábát, de nem tudom, hogy ki az. Ő meghalt, mert nem ad jelzést. Na. Nem tudom. Hát ki volt? Na, ja, egy térdről meg tudod állapítani? Számolj, számolj. Ilyen hangot nem sose. Na? Ne sürgess, hát ez nem gyerekjáték. Ez a Sanyi. Sanyi? Nem az. Nem az. Na, vegyük le. Dvorák István. Második István. A második István, ő is egy hát, annyira meg sem mozdultál, hát apukám, hogy ismerjek így rá? Menj oda, ülj oda, érezd jól magad. Ő adott hangot, csak azt mondtam, olyan nem volt. Igen. Hát ez a fűszeres. Fűszeres? Ez a fűszeres. Jaj! Hát a kezéről megismerem, ez a Banyi. Ő Sanyi. Sanyi. Takács Sándor. Ő a harmadik. Ő a harmadik. Első Sándor. Igen, igen, igen. Tedd csak úgy oda. Jaj, jaj. Na menj tovább, menj tovább. És a jelenleg is köztük van? De nem tudom, én nem is tudom, kit ültettek föl a kocsira, várjál. Hát ő a férjem. Honnan tudod? Hát a cipőjéről. A mostani? Ő a Fonyódi Péter. Fonyódi Péter a jelenlegi, aki már 10 éve tart. Nem tudom, hogy most kint kivel volt. Ki Na? volt még, fiú? Ki volt még? Hát segítsek? Volt még Dimulász. Ja. Volt még Ince. Volt még... Hát ő az Ince. Honnan tudod? Biztos. Mert őt is a lábáról? Te mindig nem, a lábánál így, kezdte? Így ül. Ahogy ül? Ja, hogy ő Ince József. Így van? Nem tudom. És ő? Adjál jelet! Ne nyúj oda, ne nyúj oda! 8. Nem 8. szám szerint, tehát kronológiai sorrendben mentünk, 8. nem volt még mindig. Súgjatok! Na, annyit segítek, figyelj, hogy Dimulász Miklós miután nem ért rá, ezért ebben a változatában van jelen. De ő van 4., szóval ő azért megvan, itt van. És ő pedig, nem tudod? Na vedd le akkor. Hát ilyen nincs. Hát szégyen ide, szégyen. Nem merem kimondani. Orvos? Tessék? Orvos? Mert nem. Rosszul vagyok. Nem orvos. Vegye le! Ja, hát honnan ismerném? Ha nem volt a férjem. Hát de most a férjem a familiába. Hát honnan jönnék rá? Nyolcsak! Végtelen! Mi az? Oda megyek! Hát ez gyönyörű! Hát ki tud ennyi férfit fölmutatni, és ilyen szépeket? Hát kérlek nem? Szépen. Csak fölöttem járt el az idő. Kit visznek oda ki? Azt kell vízni, hogy... Jön a következő. De az érdekel. Jön a következő rakomány, igen. Baromi jól nézel ki. A maratóni megjelent. Azért igen rendes csoportképes, szóval így végignézem, szép tabló, nem, hölgyeim és uraim? Szép tabló. Mert nem a régi cipő van rajta. Tehát Fülöp Zsigmonddal kezdődött, ő volt Zsigmonddal... az első nagy kapcsolat. Az első nagy kapcsolat, nem vette feleségül. Nem vette feleségül. Utána?
Bácska István. Első István. Első István. Ti hol találkoztatok, film kapcsán vagy? Igen, azt hiszem a filmgyárban, igen. Igen, Makkároly filmjében forgattunk, ő előző nap vált el, én felhívtam, megkérdeztem, hogy ráérsz-e egykor. Azt mondta, 11 óra volt. Azt mondta, hogy rá. Mondom, akkor gyere az Ötvös utcába, összeházasodunk. Na, akkor még így volt abban az időben. Ilyen gyorsan ment akkor meg. De ez volt a történet, utána ő előző nap... István. A második, Dvorák István. Ő a szakmából való, mert ugye tánc, igen. Ő balett, bocsánat. Operett színházban volt, a West Side Story-ban ismertem be, meg nem voltam senkivel, kiültem a harmadik sor legszélére, hogy rögtön lehessen engem látni, és utána már rögtön össze is költöztünk, még aznap éjszaka. Felmentünk a Rátkaiba. Fölmentünk a Rátkai klubba. Nyugodtan István, kezd el mondani a mondatot, mindig igen. Ő folytatja, úgyis már egész este. Felmentük a Rátkaiba, én megrendeltem egy sört, te meg hozzám jöttél, és azt mondtad, hogy Cili vagyok, és megcsókoltál. Igen, mert borzasztó jó volt a West Side Story-ba, és nagyon tetszett. Értem, neked ez így megy. Aki jó valamiben, az már jön. Na de jó. Hát, igen. Vicceltem, rossz rövid. Viccol. Igen. Hogy megöregedtem? Takács Sándor. A harmadik uram, Takács Sándor, első Sándor. Első Sándor. És őt milyen alkalomban? Ő is a West Side Story-ban játszott? Nem, hanem ő vele elég zűrös éveket éltem. Rövid éveket, de zamatos, intenzív éveket. És ő akkor még az volt, ő diszidált. És akkor én arra gondoltam, hogy nyugodt életet szeretnék, és felmentem a Rátkai klubba, és a Sanyi ott volt, és hát így akadtunk össze. Te vagy a nyugi. Én vagyok a nyugalom. Te mikrofonban mondtad, hogy mi vagy te? Én vagyok a nyugalom. Tényleg? De ugye igaz, Sanyi, hogy te úgy, Cili, ne haragudj, szabadat ne feled. Tehát, hogy úgy váltatok el 20 évvel ezelőtt, hogy kicsit most elmegyek szívem, majd jövök vissza, és azóta se tértél vissza? Majdnem így. Hát, hogyha ő így mondja, így volt. Én nekem vannak kihagyásaim. Mint egy 20 évnyi. Bocsánat. Pardon. Akkor utána... Dimulász. Édes drágám, hogy milyen keményen néz. Én 10 évvel voltam idősebb nála. A Zsiga volt egyedül akkor, idősebb. Akkor volt. Igen, ma már sokkal fiatalabb vagyok, de általában az volt, hogy tulajdonképpen te is fiatalabb vagy nálam. Te is fiatalabb vagy nálam. Én csak 9 hónappal. 9 hónappal a gyerek, hogy a Zsiga volt 8 évvel idősebb nálam. Te is idősebb vagy nálam. Na, elég az hozzá, hogy a Nikosz után jött a Jóska, na és ő vele, ő ráutaltam akkor, amikor játszottunk együtt a Mi lesz veled, emberke című darabot, amikor a darab átment a magánéletbe is. Aha, tehát folytattátok ott, hát, ahol hát a darabban abba őszintén, hagytad. Őszintén, nagyon szép idő volt, nem bántam meg, és ő 16 évvel fiatalabb nálam. Tehát előbb-utóbb úgyis ennek vége kellett, hogy legyen. Én is szólnék egy szót. Mi nagyon sokáig, majdnem a házasság pillanatáig magázódtunk. Ne viccelj. Vagy nem? De. Tehát kezit csókolom, jó napot kívánok. Igen? Kikísérhetem. Igen. Mikor engedted meg, ez hogy tegezzen? Ez egy játék volt. Amikor Péter Erzsébet szokta? Nem volt egy engedély. Nem mondd ki, csak tudjuk a történetet. Nem volt ilyen engedély, vagy nem, csak úgy jött. Uh-huh. Nem, ő is elment, és akkor jött a tenkes kapitánya, Fonyódi Péter, most lesz 10 éve, november 30-án, hogy találkoztunk. Péterkém, egy nagyon fontos kérdés van, és tulajdonképpen nincs illetékesebb ebben a körben, mint te, aki ezt meg tudná válaszolni. Hogy bírtad ilyen soká? 10 évig? Már csak szóval is. Mi kéne lenni? Most neki kéne lenni. Köszönöm. Mikrofonba légy szíves, hogy halljak. Nagyon szépen köszönöm a tapsot. Tulajdonképpen nem volt nehéz dolgom, meg kell, hogy mondjam. Tényleg? Igen, ha nehéz dolgom lett volna, akkor most nem ülnék itt. De 10 évig senkinél nem tartott, tehát te valami olyat tudhatsz, amit a többi nem. Én speciális valami olyasmit fedeztem fel a Ciliben, több mint valószínű, amit a többiek nem. És ezért mondanád? Cili többnyire a filmek, szerepek, egyebek alapján olyan végzett asszonyának ismeri. Mit tagadás? Igen, de tulajdonképpen nem az. Nem, kisgyerek! Ha nagyon mélyen megismered, akkor tényleg egy kisgyerek. Tényleg. Aki nekem, a többieknek nyilván nem az volt, tehát másképp gondolkodnak erről a dologról.
Én megismertem benne egy olyan valakit, aki egy meglehetősen védtelen valaki. Védtelen? És igen. Bármilyen furcsának hangzik, így van. De számomra ezt jelenti. Olyan szépen beszélt a Péter, nehéz nekem ilyenkor. Mondd azt, hogy csatlakozom az előttem szólóhoz. Csak akkor kivágtad magad. Nem csatlakoznék, mert azért... Én 11 éves koromban megesküdtem, hogy nekem az esztergályos Cecília feleségem lesz. 11 éves voltam, és Győrbe forgatták az Aranyfejet. És én ott statisztáltam, mint kisfiú, és ott láttam egy csodaszép kislányt, aki valami csodatehetséges volt, valami olyan gyönyörű volt, és én hát ott álltam, mindig elhajszoltak ott az asszisztensek onnan a szoknyája mellől, és akkor megesküdtem, hogy nekem a feleségem lesz ez a kislány egyszer. Megadta az élet, hogy a feleségem lett, sőt, én tutista vagyok, mert jobban jártam, gondolom, mint a többiek, mert én csak a jót kapom belőle, Akkor következik a finálé, jó?